A tanítás utolsó napján a Veres Péter szakképző iskolában a tanárok, a diákok megszokott párosán felül rendőrökkel, mentősökkel, polgárőrökkel találkoztunk. Egy remek rendezvény keretében a bűnmegelőzés mellett a rendőri pálya szépségeiről és egy szuggesztív előadás, egy igazi performance keretében egy elképzelt drogkarrier tragikus záróképeit láthattuk a szegedi mentősök előadásában. Biztos jobban örülnétek ennek a programnak, ha ez évközben zajlott volna, nem az utolsó, úgymond iskolai napon, hiszen már mindannyian a vakációra készültök, és örültök annak, hogy legközelebb majd szeptemberben kell idejönni az iskola falai közé, bármennyire is szeretitek az iskolát, hiszen nagyon szeretitek, tudom minnyájan. Vegyetek részt a programokon, és köszönöm szépen a rendőrkapitányságnak azt, hogy segít ebben a programban, hiszen azért pályáztunk annak idején, hogy a városban a közbiztonságnak a javításához hozzájáruljunk. Ne csak akkor találkozzatok a rendőrrel, a polgárőrrel, amikor igazoltat, vagy jelez nektek valamit, hogy nem jól csináltok, hanem tudjátok, hogy mik azok a dolgok, amiket el kell kerülni. Ez a mai nap igazából egy hagyományos tanításra teljesen alkalmatlan. Közbiztonság mennyire érdekli a gyerekeket? Igazából a tanítás során tényleg nem sok lehetőség van erre, úgyhogy örülünk mindenképpen a mai napnak, hogy legalább ilyen formában lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy a közbiztonságról tájékozódjanak. A középiskolás kor az az életünknek talán egyik legfogékonyabb korszaka. Mi jellemző a srácokra, az iskolában tanuló srácokra? Áldozatok, vagy inkább elkövetők? Melyik irányban több a rizikójuk? Szeretnénk hinni, hogy egyik csoportba sem tartoznak igazán. Igazából ugye 700 gyerek van itt a középiskolában, tehát biztos mind a két csoportra találnánk példát, vagy csoportba találnánk példát a gyerekek között. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkövetők se legyenek, és áldozatok se legyenek. Sajnos azért előfordul agresszió itt az iskolában, úgyhogy iskolában is tudunk róla, hogy iskolán kívül is, de osztályfőnöki órákon, meg ilyen napokon, mint ez a mai is, bízunk benne, hogy sikerül visszafelé szorítani ezt a tendenciát. Ugye ez egy bűnmegelőzés, és ebben a témakörben elég sok minden elő tud fordulni. Ezek a srácok már nem gyermekkorúak, még nem felnőttek. Valahol a kettő között vannak egy egészen furcsa mezsén. Iskolai erőszak. Döbbenetes képek, döbbenetes videók kerültek az elmúlt hónapokban. Köztudatban, híradókban, különböző kereskedelmi csatornáknak fel is dolgozták őket. Brutális képeket láttunk. Ez a korszak érkezett már a városra? Én azt hiszem, hogy ilyen szinten még nem. És hát nagyon reméljük, hogy nem is fog ilyen szinten, mint amit tényleg az utóbbi időben a médiában tapasztalhattunk. Szóbeli agresszióval mindenképpen találkozunk itt az iskolában, és hát a fizikaival még viszonylag keveset. Beiktatható a tanulmányban azok a minimális ismeretek? Tehát most nem a társadalmi együttélésnek a szabályról beszélek, hanem azok a minimális bűnögi ismeretek, hogy tisztában legyenek azok a srácok, hogy bizonyos cselekedetek milyen jogkövetkezményei vannak? Magyarul milyen szankció, milyen büntetési tételei? Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lesz erre az elkövetkezendőkben. Hát osztályfőnökő órákon mindenképpen, de talán más tárgyak keretében is, történelem órán, vagy tehát akármilyen tantárgy keretében, hogyha úgy alakul, akkor szóba kell hozni, és beszélni kell ezekről a dolgokról. Ezek másfajta ismeretek, ám legalább olyan fontosak. Igen, a Balmazújváros önkormányzatával közösen az elmúlt év végén egy pályázatot nyertünk a rendőrkapitányság, ami a közszületen elkövetett bűncselekménynek a visszaszorítását célozta meg. Ennek az apropója az volt, hogy az elmúlt év folyamán itt a főtéren és környékén elég sok olyan garázda rongálással egybekötött bűncselekmény történt, ami irritálta a lakosságot, illetve hát természetesen hatósági eljárásokat vont maga után. És ezen bűncselekményeknek az elkövetői között sok volt a fiatalkorú, illetve a fiatal felnőtt.
ezért így céloztuk meg őket, és szerveztük meg ezt az oktatásmentes bűnmegelőzési napot a mai napra, ahol természetesen a aktuális problémák mellett a droggal is foglalkozunk, a drogmegelőzéssel. Nagyon érdekes, vetélkedők, előadások fognak elhangzani, illetve egy olyan szegedi csoport fog eljönni hozzánk, akik mentősök egyébként, és egy olyan előadást fognak itt produkálni, amiben egy kábítószeres gyereknek az életét és a tragédiáját mutatják be, és reméljük, hogy ezzel is egy kicsit visszatartjuk a fiatalokat ettől a tevékenységtől, és bízunk benne, hogy ezek a tanácsok a nyár folyamán megszívelésre kerülnek, és ezek a fiatalok nem lesznek se áldozatai, se elkövetői bűncselekménynek. Ez az intézmény, ez az iskola után a legfogékonyabb korukban találja meg a diákokat. Ezek a srácok, ezek a lányok milyen szinten érintettek ezekben a cselekményekben? Mint elkövetők, vagy mint elszenvedők? Hát az, ami... Természetesen Újvárosról, az újvárosi tapasztalatokról beszélek. Igen, az, ami tragikus, és ami miatt mindenképpen mozdulni kell, hát az, hogy most egyre többször elkövetőként jelentkeznek. Természetesen áldozatai is az egymás ellen elkövetett bűncselekményeknek. De mi most leginkább azt céloznánk meg, hogy érezzék és lássák, hogy azok a cselekmények, amiket ők esetleg diákcsínynek vélnek, azok igenis komolyan büntetendő cselekmények, és mivel, hogy ők már lassan felnőttek, elég komoly büntetéseket kaphatnak érte, egész életük, karrierjük törhet ketté, és erre szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy erre igenis figyeljenek oda. Ahányszor önnél beszélgetünk így mikrofonnal, kamera előtt, akkor mindig a megelőzés, a prevenciót tartja a legfontosabbnak. Igen, mert úgy gondolom, hogyha egy bűncselekmény bekövetkezett, annak a sértetje az már valóban sértett, nem csak a jogi értelemben, hanem valahol sérül a biztonság érzete, és mi azt szeretnénk, hogy az emberek leginkább elkerülhessék ezeket a bűncselekményeket. Ez egyszerűbb is a megelőzés, olcsóbb is a megelőzés, és mint ahogy mondtam, a lakosságnak is sokkal inkább kellemesebb, kedvesebb dolog, mint az, hogy egy bűncselekmény elkövetőjét kergessék a rendőrök és fogják meg, mert ezzel ő nem válik már nem sértetté, tehát ez már egy olyan trauma neki, amit végig kell élnie. A statisztikátok nézve a kapitányság kiváló eredményekkel büszkélkedett, tehát ugyanakkor a létszámgondokból fakadóan a lakosság nem minden esetben elégedett. Igen, hosszú évekig nagy-nagy csend volt a területünkön, sikerült a bűncselekmények számát nagyon alacsony szinten tartanunk, szinte már mondhatni irreálisan alacsony szinten. Én azt mondom, hogy felnőtt egy új generáció, akikkel nagyon komoly problémák lesznek a jövőben. Elhelyezkedési, továbbtanulási problémáik vannak, olyan minták hiányoznak, akár a családban, akár a környezetükben, akár az iskolában, amelyek visszatarthatnák őket attól, hogy deviáns cselekményeket kövessenek el, és ez szerintem a jövő egyik legnagyobb problémája. Én erre már évek óta próbálom felhívni a figyelmet, mint ahogy látjuk, a híradásokból országosan is problémává kezdik kinőni magát, ezért szerintem mindenféle energiát rá kell fordítani, és mindenféle összefogásra oda kell figyelni, és fel kell használni ahhoz, hogy ezek a gyerekek ne legyenek elkövetői bűncselekményeknek, illetve ne legyenek áldozatai.